Vendégem Kis Hegedűs Réka, szia, köszöntelek a műsorban. Ja. És a kiskutyád, akit tisztelhetünk benne. Joy. És egy kutya modell szépségversenyről fogunk beszélgetni. Még nem tudtam ez egész idáig, hogy ilyesmi létezik, úgyhogy számomra elképesztően nagy meglepetés, és kíváncsi vagyok, ez mit akar egészen pontosan, honnan jött ennek az ötlete? Hát gondolom szépségversenyről már hallottál, igen, ment, hogy igen. Kutya szépségversenyről, azt is rendeztem, ez kicsit más, illetve nem is kicsit, teljesen más. Itt a kutyusoknak nem elég szép, hogy szépek legyenek, nem azt vizsgálja a zsűri elsősorban, nem a testfelépítését, tehát egészen más kritériumok vannak ennél a modellversenynél, mint például egy kutyakiállításon. Nagyjából egy ilyen rendes modellversenyhez tudom hasonlítani, annyi, hogy itt nem emberi modellekről van szó, hanem kutyákról. Tehát itt is fotózásokon vesznek részt a kutyusok, műterembe készül róluk egy portfólió, szabad téren, megpróbáljuk különböző helyzetbe hozni őket, tehát mozgás közben fotózzuk, illetve különböző pózókba, és elég szép. Sajnos pont nem látjuk, de a honlapunkon van egy nagyon-nagyon sok kép már az előző versenyen szereplő kutyusokról. Tehát fotózásokon vesznek részt, illetve divat bemutatón is részt vesznek, tehát a kifutón is megmutatják, hogy mit tudnak. Nyilván minden kiskutyának más a nehézség, de úgy, ha összefoglaljuk, mi szerinted a legnehezebb dolog, amiben itt a kiskutyusoknak majd szembesülniük kell? Nem biztos, hogy kiskutyus, mert például a tavaly előtti versenyen szerintem ilyen kisebb, kis testű kutyák talán egy-kettő volt. Az azért szoktam ezt mind... mondani, mert majd 2 méter magas vagyok, és ugye nekem minden kutya kicsi. Tehát közép és nagy testű kutyák is vannak. Igazándiból egy fotózáson megfelelni, jól megfelelni tényleg az, hogy valamennyi alap engedelmességgel a kutya rendelkezzen. Most itt nem olyanról van szó, hogy például mint egy filmforgatáson, hogy ugye a kutyát leadja a gazdi, és akkor ott egy tréner foglalkozik vele, hanem itt a fotózások ott van a gazdi, és az ő vezényszavaira kell, hogy reagáljon a kutya, illetve hát, hogy szót fogadjon. Van, hogy több órás egy fotózás, és azért egy jó nevelt kutyánál, akkor tényleg több órán keresztül ugye egy helybe kell például ülnie, vagy állnia, vagy bármit csinálnia. Kicsit magáról trükkön. A rendezőről, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, hanyadik alkalommal kerül ez megrendezésre? Ez most a harmadik alkalom, a 2 évvel ezelőtt volt, 13-ban volt, igen, utoljára a döntő, és tavaly nem lett megrendezve, de most idén annál nagyobb hévvel készülünk rá, mert most már az elődöntő lesz vasárnap a Hung Expo területén, a Nemzetközi Kutyakiállításon, ott lesz az első casting, és akkor itt szeretném elmondani, hogy a casting az miről szól, ezt így üzenem a jelentkezőknek is, akik már jelentkeztek, illetve akik még gondolkoznak rajta, hogy jelentkeznének a versenyre. Három különböző dologból fog állni, barátság. De ez abszolút barátkozik. Tehát lesz egy fotósunk én, aki fényképeket készít, tehát fotókat készít a kutyusokról, van egy fotófalunk, ott előtte kell pózba vágniuk magukat a kutyáknak, tehát egy ül, áll és fekszik, ezt a 3 pózt kell produkálni, és ez időre fog menni, tehát itt mérjük az időt, hogy kinek mennyi idő alatt sikerül. Ez a 3 póz, illetve a 3 fotó, hogy elkészüljön, lesz egy kutyakiképzőnk, aki úgy szintén pontozni fogja a kutyákat, a gazdival együtt kell pórázon vezetni, mert ugye ez is fontos, hogy például tud-e pórázon a kutya a gazdi mellett haladni, nem az, hogy nagyon rángatja, vagy húzza, vagy például a kutyát kell húzni, mert például, ha el tudod képzelni egy divatbemutatón, egy kifutón, ott is egy modellel, ráadásul egy vadidegen, ugye nem is a gazdival, gyönyörű szépen pórázon kell mellette haladni, tehát mondjuk egy vadidegen estéruhás, nagy abroncsos ruhás mondjuk modell mellett. Tehát nem olyan könnyű, tehát ezt nézi, illetve pont ezeket az alap gyakorlatokat, az ül, áll, fekszik, egy helyben marad, ezeket fogja nagyjából így pontozni és nézni. Tehát tényleg nagyon-nagyon, tehát ilyen alap dolgokra kell gondolni, trükköket, és nagyon sok kutya egyébként, aki jelentkezik hozzánk, tényleg büszke is vagyok rájuk, mert most is néztem az idei jelentkezőket, így olvasgattam a jelentkezéseket, és a legtöbb tényleg
vagy frisbizik, vagy valamilyen komoly kutyaiskolában, már nem tudom én, hol végzett, vagy pedig, nem is tudom, terápiás kutya, dogdancinges kutyáink is, meg előző nyerteseink is vannak, tehát őrejük büszkék vagyunk, de nem kell feltétlenül trükköket tudni. Tehát az, hogyha valamelyik kutya tud, és ott be fogja mutatni a castingon mondjuk, hogy mit tud, még egyéb trükköt, akkor az egy plusz pontot jelent, de az alapkövetelményeknek kell megfelelni. Mit tudunk elmondani az alapvető jelentkezőknek a számára? Bár nyilvánvalóan, hogy a harmadik alkalom van megrendezve, hogy ezt te is elárult, hogy nyilván van rá igény, de hogy magára a rendezvényre csak kutyaőrültek mennek, vagy bárki mehet, aki kíváncsi erre az eseményre? Maga a döntőre, illetve most az elődöntőre is sok szeretettel várunk mindenkit, bár ez nyilvánvalóan nem lesz olyan látványos, mint egy döntő, ugye, és ez egy inkább egy ilyen sima modellcastingnak felel meg, de a döntőre bárki, tehát ez két évvel ezelőtt, illetve 3 évvel ezelőtt a Szimbólban volt megrendezve, most júniusban lehet, hogy egy nyitott helységben fogjuk, tehát nyitott helyen megrendezni a döntőt, az pedig már egy kész show műsor, tehát ott fellépők vannak, tehát ugye olyan, mint egy szépségverseny, és a legnagyobb sikere ugye természetesen annak a szekciónak van, amikor a gazdi hozza ki a kutyát, és ő nekik van egy ilyen, hát olyan, mint egy ki mit tud, amikor igen, bemutatja azt, hogy melyik mit tud. Tehát ennek van az ilyen trükkös show résznek a legnagyobb sikere. Említetted ugye azt korábban, hogy van egy zsűri. Igen. Mit lehet tudni, és mi alapján pontoznak? Hát van a szakmai része. Gyere! Igen. Gyere, szépen ülj le! Mutasd meg, hogy tudsz szépen ülni. Van a szakmai része, ugye a fotós, aki előtte 2 hétvégén keresztül foglalkozik a kutyákkal és fotózza őket, illetve hát 2 fotósunk van, tehát az a szakmai része, illetve a kutyaújságtól ugye természetesen az egyik fő díj az a magazinnak a címlapja, tehát a kutyaújság képviseletében ugye a főszerkesztő fog helyet foglalni a zsűriben, jön a főtámogatónk, illetve a kutyakiképző, ugye ő is fog egyébként egy hétvégén keresztül foglalkozni a kutyákkal, tehát ő is teljes mértékben, tehát jól fogja ismerni a kutyákat. Igen, ez egy speciális póz. Egyébként szegény most már elég fáradt, mert egész nap jön velem, és ásítozik is, és ehhez nem szokott hozzá, ő ilyenkor relaxál, de ezt is nevezhetjük egy modellpóznak, de mindjárt elalszik közben. Szóval részben szakmai lesz a zsűri, akik foglalkoznak a kutyákkal, részben pedig természetesen azért a támogatókból, illetve azért egy-kettő celebb, ismertebb személyiség is be fog ülni a zsűribe, akiknek szintén van kutyájuk. Egyébként ők is nagyon-nagyon jól érezték magukat, élvezték 2 évvel ezelőtt a zsűrizést. De személy szerint mit gondolsz, hogy egy átlagembernek mennyit kell foglalkozni a kutyusával ahhoz, hogy mondjuk teszem azt ezen a rendezvényen, versenyen el tudjon indulni, és azért elég szép eredményt tudjon elérni? Hát akik itt nagyon-nagyon jó eredményeket elértek, azért ők azért foglalkoznak a kutyával, tehát most nem mondom, hogy napi szinten, van, aki egyébként napi szinten, van, aki heti szinten, nem tudom, azért kell, tehát kell foglalkozni, de azt mondom, hogy most minden nap most órákat gyakoroljunk a kutyával, vagy nem is tudom, agilitizunk, vagy ilyesmi. Én azért azt mondom, hogy tényleg szófogadó legyen a kutya, másképp nem fog tudni helytállni a fotós előtt, a kamera előtt, mert tudom, hogy milyen az, hogy ott van a fotós, ott van még mellette nem tudom néhány ember, ott van a gazdi, de még mellette 10 kutya is, és tényleg neki egy helybe is ott, és koncentrálni kell, figyelni kell, és a kamerába kell nézni, és mondom, esetleg órákon keresztül. Tehát az nem fog működni, hogyha a kutya nem hallgat a gazdiára és az alapvető vezényszavakra. Végezetül hol és mikor lesz egyébként ez a rendezvény, és akkor hogy lehet jelentkezni? Jelentkezni a honlapunkon keresztül lehet, hát nem tudom, ugye holnap már május 1 van, tehát ma még lehet jelentkezni, illetve lesz egy podcasting, tehát akik most nem jelentkeztek és nem jönnek a hétvégi vasárnapi elődöntőre, a Hung Expo-ra, őnekik lesz egy podcasting, de részletes minden információt megtalálnak a honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon. Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én köszönöm szépen, és be is aludt.